Vasárnap 11. alkalommal rendezték meg a Ballószögi nyakvágó maratont, melyen közel 400 futó és 60-nál is több kerékpáros vett részt. A harmadfokú hőségriasztás sem szegte kedvét annak a több száz sportolónak, akik futva vagy kerékpáron tették meg a kiválasztott távokat az izzó ballószögi homokon. Ahogy a szervezők nem túloztak, amikor azt mondták, ez a konság pokla. Ám céljuk nem az ijeszgetés volt, hanem az, hogy kicsik és nagyok, amatőrök és profik egyaránt jól érezzék magukat. A legkisebbeket 400 méteres táv várta a sportpálya körül, az elszántabbakat pedig 3-7 kilométeren próbálhatták ki erejüket és kitartásukat. A legkeményebbek pedig bevállalták a félmaratont vagy a maratont is. A szervezők persze nem csak a kiváló hangulatról, hanem a folyamatos frissítésről is gondoskodtak a nyár egyik legforróbb napján. A célban befutó éren várt mindenkit, a legjobbakat pedig távonként és korosztályonként jutalmazták.